Landplan Hotel, jövet menet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. A labdarúgó Merkantil Bank Liga 7. fordulójának vasárnap esti mérkőzését a Gyirmót FC Győr a Buda Őrse ellen játszotta. A gyirmótiak a tabella 11. helyéről várták a mérkőzést, a Buda Őrs a forduló előtt a 10. helyen állt a tabellán. A Gyirmót sárga mezben, a vendégek zöld-fehér csíkos mezben léptek pályára. Csertő Jaurér csapata újabb győzelemre hajtott, de a Bognár György győzette vendégek is pontokkal szerettek volna távozni az Alkufer stadionból. A mérkőzés első lehetősége a hazaiak előtt adódott. Herjecki lőtt a 8. percben. A 12. percben Szarka került nagy helyzetbe, de Szabó Balázs hálóőr magabiztosan jött ki a kapujából. Egy perccel később ismét ordító gyirmóti helyzet, de nem tudtak gólt szerezni a hazaiak. Tovább támad a Gyirmót, a 16. percben Zeke alakított ki magának lövőhelyzetet. 19. perc, ismét gyirmóti helyzet, Krebs beadását a kapufára fejelte Szarka. Egy perccel később is közel járt a vezetés megszerzéséhez a Gyirmót, itt Nagy Patrik lőtt mellé. A 26. percben Nagy Patrik szabadrugását követően Hudák fejelt kapu fölé. Komoly erőket mozgósított a vezetés megszerzéséhez a Gyirmót, egy perccel később Herjecki harcolt ki magának egy helyzetet. A 31. percben ismét Herjecki szerezhetett volna vezetést, de a fejese nem talált kaput. A 34. percben alakított ki először helyzetet a vendégcsapat, de Rusák kapus magabiztosan védett. A 40. perc, Meggyes iramodott meg a bal szélen, majd lőtt, de Rusák ismét a helyén volt. Két perccel később újra a Gyirmót veszélyeztetett, de a fiatal Herjecki csúnyán kapu fölé lőtt. Az első félidő utolsó percében még egy nagy budaörsi lehetőség. Majd fél perccel később ismét a vendégek engedtek el egy bombát, de Rusák kapuját nem sikerült bevenni egyik alkalommal sem. A második félidő első lehetősége is a gyirmótiak előtt adódott. Nagy Patrik lőtt a kapus kezébe egy szabad rúgást. 57. perc, Heffler beadása után Szarka fejelhetett, de a gól még mindig váratott magára. Majd az 59. percben Stieber szabadrugása került el a kaput. Pár perccel később Szabó Lukasz került helyzetbe, de nem találta el a labdát, így maradt a 0-0. 75. percben aztán Koltai passzolt Hefflerhez, aki egyből kapura lőtt, de az ellenfél kapusa magabiztosan védett. 86. perc, ismét Szabó Lukasz vállalkozott, de lövését blokkolták a vendégvédők. Aztán jött a 90. perc, Heffler passzolt Koltaihoz, aki egy átvétel után pöckölt a hálóba. A többszörös magyar válogatott támadó ezzel megszerezte a várva várt vezetést a sárga mezes hazaiak számára. A mérkőzésen nem esett több gól, így alakult ki az 1-0-ás végeredmény. A Gyirmót FC Győr megérdemelten szerezte meg zsinórban a 3. győzelmét a bajnokságban, ezzel a tabella 6. helyére lépett előre. A budaörsiek egy helyet csúsztak vissza, ők a 11. helyről várhatják a soron következő mérkőzésüket. A kéthetes válogatott szünet után a Csertője úrél vezette Gyirmót FC Győr, a 15. helyen álló Dorogót fogadja majd az Alkufer stadionban. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.